lehűlt az idő, nagyon esik az eső napok óta, úgyhogy én arra gondoltam, hogy itt az ideje, hogy csináljak egy olyan kis listát, amiben olyan parfümöket mutatok be, amiket én leginkább az esős napokon szoktam hordani, és számomra magukban hordozzák ezt a kicsit ilyen borongós és esős hangulatot. Lalique Encre Noir à l'Extrême. Hasonlít nagyon a sima Encre Noirhoz, bár szerintem ez még fásabb, még gazdagabb, egy picit mélyebb, és talán tartósabbnak is érzem. Úgyhogy én ezt jobban kedvelem. Nekem mindig egy ázott faház jut róla eszembe, amikor az erdőben sétálva megpihenek ott, és érzem ezt az igazi, realisztikus fa illatot. Egyébként ami leginkább dominál benne, az a vetiver, de érezi benne egy picit ilyen gyantás vonalat, zöldekkel, bergamottal, egy pici tömjénnel, szantálfával és pacsulival. Én még ebből talán a leginkább a pacsulit érzem ki, ebből a főként cédrusos és vetiveres illatból, ezért azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon fás parfüm, de azon belül is egy rettentően különleges darab, nagyon jó áron lehet kapni, és hát ezért az árért egy egészen páratlan és kiemelkedő kis nedűt kapunk, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó kis parfüm. Antonio Visconti Acaba szerintem nagyon-nagyon egyedi, és tök jól néz ki ez a parfüm, legalábbis nekem nagyon tetszik. Amikor az neten megláttam ezt az üveget, és olvastam róla véleményeket, és láttam az összetevőket, akkor én vizualizáltam egy ilyen gótikus könyvtárszobát, amiben ott ülök egy ilyen bőrkanapén, érzek egy kis dohányfüstöt, egy kis valamilyen poros illatot bőrkötötte könyvekkel, és amikor megszagoltam, akkor nem ezt éreztem, úgyhogy nekem ez egy kisebb csalódás volt így hirtelen, és annyira megzuhantam, hogy depressziós hangulatomban én kimentem az erdőbe, és akkor én ott megzuhanva duzzogva ültem, erről készítettem és fotót, amit ide bevágok, szerintem nagyon-nagyon vicces. És aztán egyébként pár nap múlva már teljesen átfordult bennem ez, és azt mondtam, hogy én ezt a parfümöt soha semmilyen pénzért nem adnám el, mert megértettem, és nagyon megszerettem. Egy vaníliásan dohányos illatot képzeljetek el, amiben tonkabab is érezhető, és mindennek a mélyén van egy ilyen gyógynövényes, picit kesernyés vonal az ürömnek köszönhetően, de nagyon-nagyon ízlésesen, és pont ez adja ennek a különleges karakterét, ennek a parfümnek. A vanília pedig egy nagyon-nagyon finom édességet ad ehhez a fásan dohányos illathoz. Úgyhogy úristen, ahogy így érzem az illatát, és beszélek róla, egy végfutott rajtam a hideg, annyira nagyon-nagyon hangulatos, és tényleg egy ilyen bekuckózós parfüm. Érzek benne egyébként egy picit ilyen diós beütést is, és látom, hogy ott ülök egy ilyen kandallónál, ropog a tűz, és kortyolgatok egy kis teát vagy bort, és kint látom ezeket a sárgás őszi fényeket, úristen, na, szóval ez egy remek mű. Maradva szintén ezen a vonalon, Histoire de Parfums 1740, ez egy igazából egy herbalisztikus, picit bőrös, és szintén fás illatnak írnám le. Nagyon-nagyon mély, nagyon-nagyon gazdag, melegséget árasztó, ilyen átölelő, kötött pulcsis illatnak írnám le. Itt is látom magam egy kandalló mellett, amikor ennek az illatát érzem. És ebben is jelen van az üröm, bár ebben szerintem kevésbé érezni. Itt inkább a kardamom, koriander, pacsuli, labdanum és ez a bőrös hatás érvényesül jobban, de van benne gyanta, vanília és cédrus, tehát tényleg egy javarészt fás illatnak mondanám. Érdemes ennek a márkának az illatait kipróbálni, minél többet, ha tehetitek, mert szerintem zseniális
illatokat gyártanak. Ez a parfüm nagyon tartós, nagyon megéri az árát szerintem. Szinte csak ősszel használom, mert nekem tényleg kifejezi ennek az időszaknak az igazi varázsát és hangulatát. Issey Miracle Bleu de Issey. Kék üvegben van, de nem egy kék illatnak mondanám, szerintem nagyon is zöld. Azt képzeljétek el, mintha sétálnátok az erdőben, megpihennétek, leülnétek egy padra, és innátok egy finom, meleg, fekete teát. Tehát van egy ilyen teás hangulata, teás illatvilága. Nem is tudom, lehet, hogy a rozmarinnak köszönhető, de van benne lime, narancs, citromfű, cédrus, borókabogyó, gyömbér, meg bors, meg rózsa, meg virág, meg patchouli, meg szant, szóval elég sok mindent sorol fel illat egyeként, bár én leginkább ezt a rozmaringos, borókabogyós, tujás illatot érzem, aminek az alján így elterül a patchouli, de finoman, az nem tolakodó. Ez egy picit újra, ezen is végeztek egy pici ránc felvarrást a régi verzióhoz képest, abban szerintem jobban dominált a patchouli, és ez most azon ritka alkalmak egyike, mikor ez az újabb verzió nekem úgy jobban tetszik, szerintem ez egy ilyen könnyedebb és talán még erdeibb illatnak érzem. Úgyhogy nagyon jó áron lehet kapni, és a márkán belül ez egy kiemelkedő darab. Szerintem ez a legzöldebb az Issey Miracle illatok közül, amivel találkoztam, úgyhogy ezért is picit megtévesztő ez a kék. Végül még egy lalik, ez a Pure Homme Écus, aminek az üvegén van egy ilyen nagyon szép kis gravírozott lovacska. Kifinomult, viszonylag visszafogott, de elegáns kis üveg, és pont ilyennek mondanám az illatot is. Alapvetően egy ilyen maszkulin, modern, főként én a kardamomot érzem benne kiemelkedőnek, de benne vannak finoman a citrusok és a virágos jegyek is, meg persze picit olyan fás is. Nekem eszembe jut gyakran róla egy ilyen ceruzaforgácsos illat is, amire így rányomok frissen egy kis citromot, bár az viszonylag hamar eltűnik, és inkább ezek a fásabb kardamomos illatok dominálnak, de van ír itt ibolyát, meg ilyen tömjénes, pézsmás jegyeket is, meg vetivert, de ezeket én annyira nem érzem így ki külön-külön. Nagyon-nagyon kedves, nagyon-nagyon jó kis parfüm, tök jó áron lehet kapni, szóval ez is nagyon megéri a pénzét. Én rajongok, tulajdonképpen mondhatni, hogy rajongok a Lalik parfümökért, mert eddig, amit éreztem, az szerintem nagyon jó illatú volt mind, és tök jó áron lehet őket kapni, és ráadásul szerintem nagyon kis impozáns üvegekben árulják a parfümöket. És végül mutatok nektek egy különlegességet, ha már így az illatokról és parfümökről beszélünk, ez is kapcsolódik ehhez. Ez egy illatos gyertya, a Glade-nek a Pumpkin Spice Latte gyertyája, ami már így önmagában is hihetetlenül intenzív, de hogyha azt szeretnétek, hogy a lakás vagy a ház úgy bejárja egy ilyen őszi, sütőtökös, picit kávés és nagyon-nagyon finom, kellemes illat, akkor én ezt nagyon ajánlom, hogy próbáljátok ki. Szerintem meggyújtva még a színe is nagyon szép, nagyon jól néz ki, és annyira visszaadja ezt a kuckózós, finom, őszi hangulatot, hogy egész össze lesz szoktam használni, annyira nagyon finom. Úgyhogy ez volt az esős, számomra esős, hangulatú illatokról szóló kis ajánlom, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, de fontos, hogy írjátok meg, hogy ezek közül bármelyiket ismeritek-e, illetve hogy nektek milyen olyan parfümötök van, amiket így szívesen használtok ilyen borongós esős időben. És ne felejtjétek, hogy vegyétek, hogy is van? Vedd fel a ruhád, és öltözz fel a parfümöddel, mert én azt mondom, hogy a parfüm az nagyon ki tudja fejezni a te stílusodat, az egyéniséget,
az egyéniségedet, és azt, aki te vagy. Mert egy jól megválasztott parfüm, azt higgyétek el, hogy nagyon jó hatással lehet a ti hangulatotokra is, és azokra is, akik titeket körbevesznek, és szerintem nagyon-nagyon hozzá tud tenni tényleg az embernek az egész lényéhez.